A horgászok mellett a halászatról is érdemes beszélni, mint ősi mesterség. Magyarországon ugye 2016-ban megszüntették a kereskedelmi halászatot, melynek következtében számos család, akik generációról generációra művelték ezt az ősi mesterséget, és hivatásszerűen éltek meg ebből, és tartották el a családjaikat, azoknak egyik pillanatra a másikra megszűnt a megélhetésük, az anyagi biztonságuk, és a jövőképük. Most a héten a parlamentben én felszólaltam az ügy érdekében, hiszen ezeket a halászokat, ezeket a halász embereket, ezeket a családokat nem kártalanították, illetve nem segítették abban, hogy valamilyen úton, módon a jövőjük biztosítva legyen. Számtalan halász annak idején munkanélküli lett, nem tudott elhelyezkedni. A saját adózott pénzükből elkészített szerszámaik leamortizálódtak, nem tudják használni, teljesen reménytelen lett az életük, és 2016 óta a kormány semmit nem tett annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek, a családoknak valami lehetőséget tudjon biztosítani. Sőt, ez olyan szinten nem működött, hogy amikor én erről beszéltem a parlamentben, a hétfői napon, akkor Farkas Sándor államtitkár úr még azt is elárulta, hogy szándék sem volt arra, hogy a halászokkal valódi párbeszédet folytassanak, illetve bármilyen lehetőséget dolgozzanak ki, akár az Agrárminisztérium részéről is, vagy a hozzájuk a témához köthető Magyarországos Horgász Szövetség részéről is, hogy valami lehetőséget, megoldást biztosítsanak a halászok számára, hogy számukra is akár ez az ősi mesterség fennmaradjon, illetve jelen pillanatban nagyon nagy problémát okozó inváziós halfajok gyérítése esetében is a halászokat is mondhatni azt, hogy használni lehetne arra, hogy ez a probléma ne sokasodjon. A halászoktól tudom azt, hogy ez a 2016-os évhez képest már tízszeres problémával jelentkezik a hazai vizekben, főleg a folyóvizekben, és rendkívül méltatlan az, hogy semmilyen kártérítés, semmilyen kártalanítás és semmilyen jövője nincs a jelenleg annak a ősi mesterségnek Magyarországon, amit halászatnak hívunk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy maguk a horgászok és a halászok között mindig volt valamilyen szinten nézeteltérés, úgy voltak vele, hogy egyik a másik kárára tevékenykedik. Na most ez nem így van. Ugyanis 2016-ban nem az kellett volna a kormánynak megtennie, hogy teljesen megszünteti a kereskedelmi halászatot majd behinti sóval, hanem azt kellett volna tennie, hogy szigorítania kellett volna azokat a körülményeket, hogy ne tudjanak rablóhalászatot folytatni, mert tudjuk jól, hogy nagyon csúnyán vadul halázták le bizonyos természetes folyóvizeinket egyes bizonyos halászok, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabályozni kellett volna ezt inkább, hanem illetve nem azt jelenti, hogy ezt megszüntessük teljes egészében, nem így kell egy problémát megoldani, hanem úgy, hogy azt igenis szigorítsuk, szabályozzuk, és ezzel azt az ősi mesterséget, ami halászatnak nevezünk, és akikben és amiben hittek emberek és generációról generációra ezt művelték, akkor továbbra is megmaradhasson a lehetőségük a megélhetésre, a hitükre. Olyan emberekkel beszéltem most is a sajtótájékoztatóra jövet, akik 50-40-30 éve ezzel foglalkoztak, és teljesen kilátástalanok, hitüket vesztették, azóta nem találják a helyüket az életben, mert nem tudják, hogy most mi menjenek el közmunkásnak, menjenek el teljesen más idegen terület dolgozni, amikor családjuktól is ezt örökölvén, és ebben a hitben, szeretetben, hivatástudatban tették a dolgokat, és a kormány nem volt képes arra 2016 óta, hogy ezt a problémát orvosolja, és számtalan ember betegedett bele, sőt voltak, akik el is hunytak, mert nem bírták feldolgozni, belebetegedtek, és reménytelennek látták a jövőjüket. Ez nem maradhat így, a Mi Hazánk mozgalom mindent elkövet annak érdekében, hogy ez az ősi mesterség megmaradjon, és a tisztességes halászat, ami bőven elfér a horgászat mellett, a horgásztársadalom mellett, az igenis újra teret kapjon, és az az ökológiai halászat, amire égető szükség van a természetes vizeinkben, az valóban az ő közreműködésükkel is megtörténhessen. Köszönöm szépen!